Kedves nézőink, az elmúlt héten lezajlott a ballagás a Fekete-Vörös Marti iskolában is. Most az ott készült felvételeinket láthatják. Olvasható a kitűzön, melyet a szalagalapon kaptatok készhez. Valaki egyszer azt mondta, hogy nem is a két évszáma fontos, hanem az a kis kötőjel, mert az mutatja az utat, amelyet a 6 év során bejártatok. Jelzi, hogy hogyan lett a folyton izgő mozgó, hangos kiskamaszból megfontolt, érett személyiségű tanuló. Az út egyik oldalán a megszámlálhatatlan tanóra, szakkör, érettségre felkészítő foglalkozás, versenyre való felkészülés sorakozik. De azért jól láthatóan feldereng a csicskaavatók sora, a Halloween partik emléke, és még ki tudja, meddig sorolhatná az emlékezetes pillanatokat. Azt hiszem, mindegyik kötött szívében különös helyet foglal el a szalagavatótok, és a mostani ballagásotok is biztos, hogy életre szóló élményterem. Valószínűleg most, ebben a pillanatban nem értetek velem egyet, amikor azt mondom, hogy a koronát az elmúlt évekre az érettségi teszik el. Természetes, hogy még minden megmérettetéstől ettől is tartotok egy kicsit. De a tanulással, felkészüléssel töltött éve megközelik a gyümölcsöket. Ballagáskor nagyon sokszor elhangzik, hogy búcsú az iskolától. De az igazi elszakadás csak akkor történik meg, amikor megkapjátok az érettségi bizonyítványt. Attól fogva mi csak távolról figyeljük, hogy haladtok tovább. Egy grönlandi közmondás szerint, amikor olyan messzire mentél, hogy képtelen lennél még egy lépést megtenni, csak fele olyan messzire jutottál, mint amennyire képes vagy. Bízom abban, hogy amit útlevalóra kaptatok az iskolától, segít a jövőben. Kívánom, hogy találjátok meg saját sorsatokat, legyetek boldogok, kiegyensúlyozott felnőttek, és hazátoknak értékes polgárai. Drága gyerekeim! Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a munka örömét, megismerje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni azt, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. Ezt a gondolatot Szent Györgyi Albert vetette papírban. Azt hiszem, ennél pontosabban megfogalmazni nem is lehet az iskola szerepét, hiszen ennek az elmúlt 6 évnek minden célja benne foglaltatik. Nagyon hosszú volt ez a 6 év. Sok minden történt veletek, velünk ez alatt az idő alatt. Rengeteg élmény, boldog pillanat, vidámság, nevetés jellemezte közös történeteteket. Ugyanakkor voltak nehézségek is. Dolgozatok, vizsgák, veszekedések, viták, szívszorító, feldolgozhatatlan napok is. Sokszor nem értettétek, miért vagyok mérges, miért vagyok elégedetlen, miért válaszolok ingerülten. Nem értettétek, miért harcolok azért, hogy pontosak legyetek. Egyik legnagyobb ellenségetek az élesztő óra volt.
nem is lezavart fel benneteket, ez figyelmeztetett arra, hogy be kellene érni időben az iskolába. Sokszor szaladtatok fel lélekszakadva a lépcsőn, hogy beérkezzetek az óra kezdésre. Igazi diákok voltatok. Az eljárjunk arra még gondolat, gyakran vezérelt benneteket. Emlékeztek az utolsó pillanatban megszervezett iskolai programokra, azonban kreativitásotok, ötletességetek mindig kiűzött benneteket a bajból. Most elérkezett a várva várt pillanat. Felöltöttétek a talárt, elballagtok. A meghitt ünnepélyes perceket nehéz órák, napok követik. Életetek első komoly megpróbálása most következik. Ma és az elkövetkezendő időben rátok figyel, nektek szorít mindenki, hogy az előttetek tornyosuló akadályokat sikerrel vegyétek. Furcsa lesz nélkületek. Hiányozni fogtok. 6. szeptemberben biztos pontot jelentettetek nekem. Felnőttetek, tovább léptek. Emlékezzetek jó szívvel tanáraitokra, akik mindig jó szándékkal voltak irántatok. Gyertek vissza, mindig várunk benne.